Kvóvadisz Komárom, ezzel a címmel tartottak építészeti szakmai fórumot, melynek szervezője Knyír Simre alpolgármester volt. A tanácskozás résztvevőit Stubendek László polgármester köszöntötte, aki elmondta, szeretnék, ha főépítésze is főkertésze lenne a városnak, akik kitűznék a fő fejlődési irányokat. Csémi Olivér építész úgy fogalmazott, hogy nem a turisták lendítik fel elsősorban a várost, hanem az itt élőknek kell jól érezniük magukat lakóhelyükön, és ha ez már így van, akkor jelennek meg nagy számban a turisták is. Szólt a város fő problémáiról is. Kihalt belváros, lepusztult lakó és hiányzó zöldövezetek, illetve hogy a városban is szükség van kerékpárutakra. Szavai szerint Délkomárommal együtt pályázva Európai Uniós támogatásért az Erzsébet hidat ki kéne világítani, újra kéne éleszteni a régi hajógyárat. Itt épülhetne meg a Lehár Ferenc nevét viselő szórakoztató központ, amely ide vonzaná a Dunán hajózó turistákat. Csémi Krisztián építész a belvárosi közlekedésről szólt. Úgy vélte, hogy a belvárosi utak nagy részét egyirányosítani kellene, a felszabadult sávban pedig kerékpárutakat, járdákat, illetve új parkolóhelyeket lehetne kialakítani, mondta. Siklós József, Délkomáron főépítésze az új Dunahídról, valamint a csillagerőd nagyszabású, komplett műemlékvédelmi revitalizációjáról beszélt, amely példaként szolgálhat az erődrendszer észak-komáromi részének felújításához.